Kézi csókolom rádió néző gyerekek, gyorsan 3 tutorial. Air to Ground-ba kapcsolunk Master Arm On. Itt a Stores page-en kiválasztjuk a harmot. Ha egyszer megnyomom, akkor azt is ki tudom választani, hogy a steppel, hogy melyiket indítsam. Ha még egyszer megnyomom, akkor itt a mindenféle dolgait tudom majd beállítgatni. Most még egyelőre azokat nem foglalkozunk, mert nem, nincs még implementálva. Jó, szembesült a nap hátulról, úgyhogy sajnos ezen a kijelzőn nem fogok sokat látni, de a lényeg az, hogy az Electronic Warfare page-en a HUD be legyen kapcsolva. Ott fogjuk ugyanis látni, ez például a SA-10-nek, a Big Bird-nek a Long Range Search radarja, ami most engem lát is, még nem mér. És akkor gyakorlatilag annyi dolgunk van, hogy automatikusan ő megfogja, és beméri, vagy befogja a legközelebbi, tehát a high priority targetet, ami a jelen esetben ugye nincs másik, tehát csak ez az egy van. De ha több lenne, akkor a legnagyobb prioritásút fogná be, azt hiszem, alapból. És akkor közel kell merészkednünk. Egészen konkrétan, mivel beállítottam, hogy az legyen a waypointom, ezért meg tudom mondani, hogy milyen közel vagyok. 46 mérföld, olyan 35 mérföldről 30 000 láb magasról, na már lehet indítani. A baj, hogy ez egy SA-10, és le fogja lőni a harmjaimat. Úgyhogy úgy kell okoskodnom, hogy engem próbáljon meg lelőni helyettük. Nem, mintha nem látna, de... Ja igen, még valami. Az I betűt a billentyűzeten, az I betűt be kell kötni valahol joystickre, vagy akármire, mert azzal választom ki, ha például több célpont van, akkor ez a kocka látszik, hogy ezt a kockát ugye odarakta a BB köré. Na most a kocka az az, amit befogott. Ha én megnyomnám, illetve most lenne itt, majd mindjárt lesz, lenne itt a másik, a 10-es például, akkor ott is van. Tudom váltogatni, hát ami most annyira nem látszik, de egy nagyjából. És most indított is. Tehát tudom váltogatni azt, hogy melyik célt fogtam éppen, vagy akarom éppen befogni. 32. Magnum. Megnézzük, hogy ezzel tud-e valamit csinálni. Vagy lelövi őket. Szerintem le fogja őket lőni, de addig közelebb merészkedünk. Ja, és ennyi, nem kell lokkolni, nem kell semmit csinálni, automatikusan befogta. Szerintem... Ott jön már rá. Lövi is le őket. Ennyi volt. Szóval az SA-10 az egy rohadék. Kell neki vagy 15-16 rakéta, amiből 3-4 talán, és akkor jók vagyunk. De a lényeg az, hogy nagyjából ennyi. Tehát Air to Ground Master Arm 3,
kiválasztani, hogy mire szeretnénk lőni, majd Magnum, és ahogy ugye Vax is írta, hogy from the top of your lungs, tehát teli tüdőből üvöltjük, hogy Magnum. Megpróbáltam kifárasztani, csak ugye 32 rakétája van, vagy mennyi? 24, nem tudom. Sok. 32. És eddig szerintem maximum 6-ot, ha kilőtt. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, már 10-et kilőtt. Na, hát akkor már csak ha 23-at kell, 22-et kell kilőtnem vele. Jó, megint megnyomom az I betűt, illetve hát amiről bekötöttem, befogta a kocka. 16 mérföld. És elvileg az SZ-10-et kéne nekünk befognunk. Igen, azt is fogom, jó. Akkor Magnum, és próbáljuk meg elcsalni az rakétáit. Légy színe, szedj le! Na mindegy. Viszont... Hát a kis mázlival elkerültem volna ezt a rakétát, akkor ez lehet, hogy jó is lett volna. Ennyi. Kész csak, akkor most mindjárt jön a másik is. Az is ott beletalált. És ennyi egy SZ-10, illetve hát még itt van a clamshell, de az azzal már egy A10-es is végez. No, hát mondhatni, hogy egy Mr. SZ-300.